Sziasztok, gyors leszek és lényegre törő. Nagyon sok üzenetet kaptam tőletek, akár itt a csatornán, akár más felületeimen, hogy miért nem csinálok több videót. Az a helyzet viszont, hogy az utóbbi több mint egy évben is heti átlagosan 1-2 videót készítek, csak a másik csatornámon. A saját nevem alatt futó csatornán különböző tudományos híreket, koncepciókat dolgozok fel, a hozzájuk kapcsolódó morális dilemmákat vetem fel, meg néha vannak azért kísérletek is. Ha esetleg nem ismeritek, amire egyébként a kérdéseitek alapján elég jó esély van, akkor a linkét megtaláljátok a videó alatt. Hogy ez miért alakult így, az egy nagyon összetett kérdés, ebben most nem fogok belemenni részletesen, viszont most egy döntés kellene hoznom arról, hogy mi történik ezen a csatornán, azon a csatornán, a podcast adásokban, amiből egyébként azt hiszem ezen a héten jutottunk el a 107. vagy 108. adásig, ami egy hetente jelentkező podcast esetében azért nem egy kis teljesítmény. Szóval nyugi, a tudományos ismeretterjesztő tartalmakat csinálom továbbra is, a kérdés sokkal inkább az, hogy hogyan tudom úgy folytatni ezeket a munkákat, hogy nektek is jó legyen, és én is tudjam optimalizálni az erre fordított energiáimat. Ehhez csináltam egy gyors felmérő kérdőívet, mindössze 3 kérdésről van szó, szerintem 1 perc alatt ki tudjátok tölteni az egészet, meg persze a kérdések után vannak még ilyen szokásos demográfiai cuccok, de ezzel együtt is mondjuk 1,5 perc. Ha kitöltitek, nagyon sokat tudtok nekem segíteni abban, hogy el tudjam dönteni, hogy hogyan is menjünk tovább. Belinkelem a kérdőívet a videó alá, töltsétek ki. Köszönöm szépen. Remélem, rövidesen újra találkozunk majd. Sziasztok!